mérkőzés első szöglete. Csiki Anna adja majd középre a 25. perc végén. Csiki. Ott a helyzet és gól! Ha jól láttam, akkor 19-essel Zeller Dorottya csúszta, vagy Zeller Dóra csúsztatott a kapuban. Igen. Ő volt az, aki hozzáért. És jött akkor a második szöglet, az elsőből gól született. 34. perc, megint Csiki a labda mögött, és megint nagy tömörülés ott a gólvonal előtt az ötösön belül. Most is sikerül megcsúsztatni, és ez is gól! Csiki pedig ugye korábban volt a Fradi játékosa, és igen, itt Papluca megcsúsztatja a labdát, aztán lehet, hogy az üzbék hölgy is beleért. Vágó. Jó az indítás. Csiki mehet, ott van előtte Kaján, és zárkózik Pusztai Sára is. Csiki. Ó, az gyönyörű. A rövid berúgta Csiki Anna. 34. mérkőzésén a 7. gólját jegyzi Csiki Anna. Itt be tudott törni a kapu előterébe, és bár hihettük azt is, hogy lepasszolja Csiki, de ő inkább kihasználta a kapus Jonim Kulová bizonytalanságát.